Sziasztok! Itt van egy levél. Már kikészítettem gyönyörű asztalom, ami három párnából van felállítva, de szerintem tök jó. A levél tartalma a következő. Kedves Polla! Budapesti LEGO Store üzletek nagy szeretettel várnak az év legnagyobb LEGO eseményére, a LEGO Store Show-ra. Rendezvény június 3-án és 4-én szombat és vasárnap kerül megrendezésre a budapesti Millenáris Parkba. Te jelenlétedre június 3-án számítunk, amikor délután 2 és 5 óra között szeretnénk lehetőséget nyújtani a LEGO rajongó követőidnek, hogy veled is találkozhassanak egy közös fotó és dedikálás erejéig. Bum! Én ezt már elvállaltam, úgyhogy június 3-án 2 és 5 óra között ott leszek a Millenáris Parkba, és lehet velem találkozni, és hogy ráhangolódhass az eseményre, a levél mellett találsz a csomagban egy Minecraft LEGO szettet is, aminek az összerakását reméljük élvezni fogod. Igen, LEGO, Minecraft, 8 pluszos, úgyhogy sajnos én nem tehetem össze, de majd megkérem az öcsémet, hogy rakja nekem össze. Kirakott szettet ráadásul ezúttal egy különleges LEGO figurával is díszítheted, hiszen elkészítettünk egy Polla mini figurát a részedre. Wait! LEGO lettem? Ne, csináltak rólam egy LEGO figurát. Na várjátok, mindjárt nem tudom közelebbről, olvassuk tovább. A figura különlegessége, hogy az első 300 vásárló, aki VIP belépőt vesz a LEGO Store Show-ra, most ajándékba kaphat egy-egy ilyen figurát. Wow! Hogy a normál belépőjegyes közvetítőidnek is kedveskedhessünk, a délutáni dedikáláson Polla logóval ellátott LEGO kockákat adunk ajándékba. Én is kérek olyan kockát. Nagy szeretettel várunk majd a rendezvényen, addig pedig jó legózást, üdv a LEGO Store csapata! Köszönöm szépen ezt nektek, és én is várlak akkor benneteket, mert én megyek mindenképpen, mert nem akarom kihagyni. És van belőlem egy LEGO. Emlékszem még nagyon régen, pár évvel ezelőtt PewDiePie-nak is azt hiszem volt egy ilyen LEGO-s dolga, és pont láttam, és így elgondolkodtam, hogy milyen jó lenne, ha belőlem is lenne egy LEGO. Itt van. Viszont egy dolgot nem értek, hogy miért barna a hajam, mert nekem szőke hajam van. Na mindegy, festett Polla, és ezt muszáj megmutatom nektek, várjatok. Fúj, jó az egész, meg ott van rajta a pumpumkás felső is. Nos, nagyon kis jó ez a pumpumkás póló is rajta, úgyhogy az első 300 VIP belépős kap egy ilyet, tök jó. Már itt vagyunk, igen, Minecraft. Nos, tudom, hogy ez a nagyobbik korosztálynak, akik néznek, nem nagyon hatja őket ez a játék meg, de akik nem ismernek a másik csatornámat, azt nem tudják, hogy én Minecraft videókkal kezdtem el a YouTube-ozást. Ez a másik csatornám a mai napig él. Ezen a csatornán nem, szóval ezt azért így közlöm, hogy én szoktam igen játszani, és tartalmakat szoktam gyártani belőle a kisebb korosztálynak. Bár van a velem egy idős korosztály is, akik szokták nézni, de inkább a kisebb korosztály nézi a Minecraft játékokat, és ezért van a másik csatornám is. Nem tudom, hogy pár 20 éves velem tart-e tovább a videóba, de én ezt most meg fogom építeni nektek. Alapból úgy gondoltam, hogy ezt a játékot videóba szeretném megépíteni, bár szerintem nem az összeset fogom, mert nagyon sokáig tartana, és merül a kamerám, úgyhogy gratulálok, Polla! Szóval meg fogok belőle egyetlen egy dolgot építeni szerintem, mert amúgy ez ilyen vasút. Vasút, ha jól látom, ilyen alvilági cucc. Na, nyissuk ki, hol kell nyitni? Aha! Itt kell kinyitni, ezzel be kell nyomni, de az a baj, hogy nekem körmöm van, úgyhogy nekem ez nagyon nem fog sikerülni. Aha! Megvan. Na hát akkor ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Aha! Végre sikerült, bár nem a nyitó helyen. De nem baj, ez ilyen. Na, ups, bocsi. Gyönyörűen kinyitottam. Itt van az egyes tasak. Ebben van pár dolog. Aha, itt van, hogy hogy kell összeépíteni őket. Jaj, olyan rég lekóztam, hogy fogalmam sincs. Megépítem a figurákat, az még egyszerűbb. A én figurám mellé csinálunk egy pasit, ami a Bence lesz.
és egy szörnyet, ami meg a házi állatunk lesz. Oké, okay, amúgy igen egyszerű a embereket összeépíteni. Ó, oh, ez még könnyen is ment. Na nézzük! Itt egy gyémánt felszerelés, nem tudom, hogy mennyire látjátok. Itt van a zombi malac embernek a teste. Milyen poén lenne kicserélném az én fejemmel, és akkor zombi malac a holla lenne. Itt van a lába Bencének. Itt van a csákány. Ó, milyen jó. Ó, van, még kardom is van, tök jó. Na, itt van Bence feje. És teste is. Na nézzük, a testére ráteszem Bencének a gyémánt felszerelését, és a lába... Júj! Na, nagyon rég nem legóztam. És a lábát összerakom. Ezt így. És akkor a fejét... Hajá! Kész! Na! Bence kész, és itt van mellettem így. Fogjátok meg egymás kezét. Mindegy, hagyjuk. Na, malac ember következik. Fejét összeillesztük. Hol a teste? Többi része. Aha! Bingo! Itt van a házi állatunk is. Király. Csinálni fogok egy csillét. Úgyhogy el is kezdem, kell hozzá egy ilyen, gondolom ez a csille alja lesz. Nos, azt mutatja nekem itt, hogy végig kell mennem ezen. Így. Aha! Szóval akkor én itt végig megyek. Így. Hol van az utolsó? Utolsót. Aha, ez van. Ó, what did? Nos, problémák adottak. Elvesztett a utolsó sarok. Mert elejtettem, és nem tudom, hova tűnt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Igen, ez egy eléggé más jellegű videó, mint a többi a csatornámon. Szeretnék kicsit más videókat is csinálni, szóval azért ugyanúgy nem csak komoly témásokat, hanem amiben humor van, meg jókedv, meg játék. Ugye szeretnék nem csak komolyt, hanem ugye ebbe az irányba is még tovább haladni, mint ugye ami volt, tehát ugye a mémes videók meg ugye ezek. Úgyhogy ezekbe az irányokba is el szeretnék menni, és majd még várható több másmilyen videó is. Szóval, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl. Linket leteszem a leírásba, a többi link is benn van, az Instagramom linkje, a Facebookom linkje, az Askefelem linkje és meg minden egyéb más. A videós bolt is ott van, ahol vehettek jó kis ilyen pumpunkás termékeket, a sárga nekem amúgy nagyon tetszik, mert nagyon jól néz ki. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy megnéztétek a videót, akkor a következő részben találkozunk. Sziasztok!